Szomorúan várja gazdiát ez a kóborkutya a Mencsvár az állatokért alapítvány telephelyén. Szilveszterkor mintegy 20 szökött el otthonról. Közülük még mindig vannak olyanok, akikért nem jelentkeztek a tulajdonosok. Szilveszter éjszakáján 17 alkalommal voltunk kint. Ebből 9 csippes kutya volt, akik azonnal haza kerültek. Ugye értelemszerűen 8 bekerült, ebből későbbiekben 4 haza került, hát 4 azóta is itt van. Tehát ez szerintem nagyon nagy mennyiségű kutya, és ugye mi azóta is keresnek kutyákat, akik sebe nem kerültek, de nem is találkoztunk velük sajnos. Ha nem jelentkeznek a tulajdonosok a kutyusokért, akkor új gazdit keresnek számukra. Jelenleg mintegy 135 található a menhelyen. Várnánk nagyon a látogatókat, de sajnos ez nagyon megcsökkent, 60%-kal körülbelül. Tehát kevés az örökbefogadó, a kidobott kutya az egyre több, és ennek nem is lesz vége. Amíg minden kutya nem lesz csippelve, ivartalanítva, addig ez így is megy. Tehát addig az állatvédelem az nulla. Hornyákné Borosorolt elmondta, a legtöbbször a felnőtt kutyákat dobják ki az utcára, mivel már nem olyan cukik, mint kiskorukban. Az őrszolgálat vezetője hangsúlyozta, az emberi felelőtlenség miatt van sok kóborkutya. Nagy szükség van tehát a befogadókra, hiszen hamarosan eljöhet az a pillanat, amikor már is sem fogják tudni eltartani a kutyákat.